Úgy tartja a mondás, hogy addig élünk, amíg emlékeznek ránk. Idéni már 7. éve annak, hogy a szadaiak szeretettel emlékeznek Ciberéné Szító Máriára, a település közéletének és kulturális életének egykori meghatározó alakjára. 7. éve, hogy elhagyott bennünket. Emlékezetes számunkra, Szadának lüktető szelleme, életereje volt, és az maradt a gyűjteménye, az írásai, a könyve, és sok minden az emlékezet alapján. Én azt hiszem, hogy olyat alkotott, amire mindannyian büszkék lehetünk. Olyat alkotott, ami ennek a szadai közösségnek az igazi múltját bemutatja. Olyat alkotott, ami arra ösztökél bennünket, hogy ez a közösség tartson össze, továbbra is fogjon össze, és ne szégyelje a múltját, emelje föl a fejét, legyen rá büszke, egy csodálatos közösséget alkotott. És ez a közösség még sok mindenre képes, és képes is kell, hogy legyen. Tehát Szitó Marika nyomdokain továbbra is büszkén emelt fővel haladjunk. Sugározzon belőlünk a tisztelet iránta, a szeretet ő iránta is, és egymás iránt is, és a hagyományaink iránt is. A tanítónő 35 éven át sokat tett a falu művelődéséért, hagyományainak fennmaradásáért. Szenvedélyesen gyűjtötte, majd könyvbe is foglalta a helyi népdalokat, népszokásokat, a közösség tárgyi örökségeit pedig az általa megálmodott tájházban rendezte el. A megszerzett tudás továbbadására, a megismert tradíciók továbbéltetésére megalakította a Szadai Népi Együttest. 2009. június 11-én hunyt el. Emlékét őrizve a szadaiak évről évre összegyűlnek a település sírkertjében, hogy kopja fájánál fejet hajtsanak. Szeretettel köszöntjük itt Imrét, Marika férjét, és azt a sok barátot, tanítványt, aki évről évre mindig eljön ide. A virágok elhelyezése után szeretettel várunk mindenkit a tájházba, ahol az eddigiekhez képest két új dolog vár minket. Az egyik, hogy emléktáblát avatunk Marika tiszteletére a tájház falán. A másik pedig itt van körünkben, mint annyiszor, Udvarnoki István, és csinálja a fényképeket, és az ő fényképeiből rendeztünk egy kiállítást a tájházba, azzal a címmel, hogy így lát bennünket Udvarnoki István. Úgyhogy erre szeretettel várunk mindenkit. Úgy kértem jó Istenemet.
Ciberéné Szító Mária 1974-ben kezdett szadán tanítani, illetve a néphagyományok népi értékek összegyűjtésével foglalkozni. Emléke kiemelten kötődik a szadai tájházhoz is, ahol 2016. június 12-én Galambosné Orosz Ilona idézte fel a közös munkával megélt éveket. Mindenkivel szót tudott érteni, időssel, felnőttel, gyermekkel, egyszerűbb embertől a magasabb végzettségűig. Kitűnő szervezéssel, hatalmas lendülettel, minden korosztályt magába foglaló népi együttest hozott létre. Szép sikereket értünk el a vezetésével, öregbítve falunk hírnevét. Ő mindig a háttérben maradt, hogy nem ő a fontos. Bejártuk vele az országot, és több külföldi helyen is voltunk, ahol szintén szép sikereket értünk el, és barátságokat kötöttünk. A 70-es évek közepétől folyamatosan nem csak hangzó anyagot gyűjtötte, hanem vele párhuzamosan a tárgyi eszközöket is. Az volt az álma, hogy létrehozzon egy tájházat, és itt bemutassa az utókornak ezeket a tárgyi emlékeket. Erre 1996-ban nyílt lehetőség, ez a kis tájház volt az ő birodalma. 1997-ben ügyintézője lett a kulturális alapítványnak, én pedig az egyik titkára. Amikor a tájház megrongálódott és már nem volt látogatható, minden gondolata egy új megvalósítás volt. Mikor egy-egy lehetőség kínálkozott, örömmel hívott, gyere, nézzük meg! 2008 nyarán, amikor már a gyűjtemény is veszélybe került, sikerült ezt a jelenlegi házat megvásárolni a községnek. Ez az épület minden szempontból megfelelt a célnak. Marika az alapítvánnyal akar dolgozni, az alapítvány pedig vele, hiszen ő volt a mozgatórugó. Sokat aggódott amiatt is, hogy megkapjuk-e a tájházat működtetésre, hiszen nagy tervei voltak. Sikerült az alapítványnak az önkormányzattal megállapodnia, Marika megkapta a megbízást, ő lett a tájházvezető. 2009. május 8-án megnyitottuk az új tájházat két berendezett teremmel. Ekkor már látszott, hogy nagyon elfáradt, de kötelességének eleget tett a végső erejéig. Hogy Szító Mária neve, személye és hátrahagyott öröksége sose merüljön feledésbe, emléke előtt tisztelegve egy emléktáblát lepleztek le a szadai tájház falán, melyet Szada Nagyközség önkormányzata nevében Oroszi Sándor polgármester és a Szadáért Kulturális Alapítvány képviseletében Galambosné Orosz Ilona koszorúzott meg. Az ünnepi pillanatok alkalmából Sándor Levente a nagyközség református lelkésze mondott áldást a tájházra és a település közösségére. Nagy dolog, hogy emlékezhetünk egy olyan valakire, aki sok mindent tett ezért a községért, sok mindent tett, hogy megőrizze a régi hagyományokat, mert nagyon gyorsan változik ez a világ, és olyan könnyen felejtünk, csak a digitális és a műanyag dolgok veszik körül már a gyermekeinket, az unokáinkat, és olyan jó látni ezeket a szép régi ruhákat, olyan jó látni, amikor bemegyünk ide a tájházba, hogy meg lehet őrizni a régit, lehet emlékezni és tiszteletben tartani azt, ahogyan az őseink éltek. Isten adjon sok olyan embert, aki megbecsüli azt, amit örököltünk, és továbbadja, ahogy az ige is mondja, a gyermekeinknek, a születendő fiaknak, hogy majd ők is továbbadják az ő gyermekeiknek. Isten adja, hogy úgy erősödjön, gyarapodjon, növekedjen a mi községünk, hogy összetudjunk fogni és emlékezni tudjunk azokra, akik megőrizték nekünk, akik összegyűjtötték nekünk, és mi is hadd legyünk ennek a láncolatnak élő tagjai, és tovább adjuk az utánunk jövőknek, az utánunk következő generációknak. Így kívánjuk Isten áldását erre a közösségre, és Isten áldását erre a tájházra, hogy sokáig emlékeztesse az utánunk jövőket is arra, hogy van egy drága örökségünk, amit továbbadhatunk, tovább vihetünk.
A megemlékezés után a vendégek megtekinthették a tájház állandó, valamint aktuális kiállításait is. Erdőben, erdőben lakom én, bár csak egy madár szót hallani, bár csak egy madár szót hallani, kitől a babámnak üzennék, nem üzennék néki egyebet. Amióta ez a tájház itt működik, jó helyre települt, nem csak azért, mert falu közepén van minden, hanem jó a szomszédság. Főleg az alsó szembe, tehát a szembe szomszéd, aki amúgy is egy nagyon rendes ember, de van egy ilyen káros szenvedélye, hogy szeret fényképezni. Ez neki kár, biztos sokba kerül, nem tudjuk. Minden rendezvényünkön itt van. Elég, ha szólunk, vagy küldünk neki meghívót, vagy nem, megtudja, jön. És majdnem minden esetben, mire becsukjuk a végén az ajtót, addigra már kezembe adja a lemezt az összes felvételről. És hát tulajdonképpen, ami a tájház körül zajlik, a különféle rendezvények, események, főzések, evések, kocintások, lovas történetek, azt István mind megörökli. De hogy pont mai nap nyílt meg ez a kiállítás, azt a nagyon szép fényképet Marikáról, szintén ő csinálta még régen, akinek megvan az a 40 éves a Szadai Népi Együttes füzet, abban is szerepel ez. És ez a másik kép, ami egy fantasztikus, szintén benne van abban a 40 éves együtteses képben, tessék majd megnézni közelről a... annak még címet is adott, mert valamikor volt egy kiállításon, az a címe, hogy Generációk. Ott van háttérben a Rozi néni, egy nagyon-nagyon szép kép. Na most az az érdekes, hogy abszolút amatőrként néha olyan fantasztikus felvételei vannak, amit nem szégyelne akármelyik nagy fotós is. A figyelem, hát ahogy nekem kedvencem az a két tabló, amin a gyerekek vannak. Hogy tudott elkapni pillantásokat, mozdulatokat, a felnőttnek a gyerek felé fordulását, a gyereknek a fantasztikus figyelem koncentrációját. Ma nektek lerakott szoknyátok, ha nincs nektek lerakott szoknyátok, nem is vagytok kis szadai lányok. Lányok, lányok, kis szadai lányok, vessellem volt a piros szoknyátok, az is azért vessem piros lángot, árva a szívem sokat megcsaltátok. Az is azért vessem piros lángot, árva a szívem sokat megcsaltátok.